Hit. Első rész. Talán az egyik leginkább félreértelmezett dolog a hit. A keresztény világban sokan azt gondolják, hogy a hit egy olyan lehetőség az ember számára, amit arra lehet használni, hogy előállítunk vele, illetve létrehozzunk vele valamit, amit a Bibliából olvasunk ki. Ez téves elgondolás. A hitünk nem hoz létre semmit, és nem győzi meg Istent semmiről. A hitünk bennünket győz meg arról, amiről Isten meggyőződött. A Biblia definíciója zsidóknak ért levél 11.1.3. A hit pedig a reménylet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A hitnek a láthatatlan az alapja. Minden, amit érzékelni lehet, a nem érzékelhetőből állt elő. A valóság, az igazság az érzékszerveink által nem érzékelhető. A Biblia a nem manifestálódott dolgokat láthatatlannak hívja. A valóság a láthatatlan világ, az isteni örökké valóság, és abból indul ki minden. Mi a reménylet dolgok valósága? Görögül hypohisztemi valóság, és abból a görög hypostasis, hypo alatta hisztemi állni. Azok a dolgok, amikben korábban reménykedtek, például a zsidóság várta a messiást, valóságos dolgok voltak, mert Isten ígéretei igazak. Ami az egészet alátámasztja, az a hit abban hiszünk, hogy Isten dolgai így vagy úgy fognak megtörténni és megjelennek, manifestálódnak. Ezeket azért érdemes megérteni, mert a hívők általában a jövőben reménykednek, pedig már minden a miénk. Majd ha az Úr elvisz, akkor milyen jó lesz. Majd ha valami számunkra kedves dolog fog megtörténni velünk, akkor milyen áldottak leszünk, stb. Amikor hívők jövőbeli dolgokkal erősítik, vigasztalják egymást, az kifárasztja az embert. Azért, mert nincsen alátámasztás, görögül hiposztázis, ami megtartja az egészet. A megtámasztás az a hit, ami az elvégzett és a már meglevő dolgokról szól. Amikor még mindig úgy beszélünk, hogy majd így lesz, majd úgy lesz, akkor egy idő után kifullad a lelkesedésünk, érezzük, hogy valami testi gerjedelmet kell produkálni. Mert a hit a remény lett dolgok valósága. Amíg csak reménykedsz, addig bizonytalanság vesz körül, nem érzed a megnyugvást. A jövőbe tekintesz, és vársz valamire. Például, hogy Isten megáld anyagilag. Csak hogy Isten már megáldott minden áldásával. Efezusi 1.3. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, Krisztusban. A hit sokkal több, mint a remény. Isten megnyugvása is abból fakad, hogy megtette, elvégezte. Bevégezte a munkáját tökéletesen. Mostantól akármi is lehet a világban, bármilyen nehézségek és kemény dolgok, ő megnyugodott. Nekünk pedig nem a láthatókra kell néznünk, hanem a láthatatlanokra. Jézus azt mondja, hogy emeljétek fel szemeiteket, ne lefelé nézzetek, ne a világra nézzetek, hanem felfelé. És akkor nem a láthatókat látjátok majd, hanem a láthatatlanokat. Korintusiaknak írt második levél 4.18. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. A láthatatlanok nem érzékelhetők, görögül blepó, a láthatók időlegesek. És az a szó, ami az ideig való, görögül proszkájrosz, az egy bizonyos időszakig tart, nem tart örökké. Vagyis ami érzékelhető, ami látható, szemlélhető, megfigyelhető, felfogható, csak egy bizonyos időszakig tart. Ami viszont nem látható, az örökké tartó. Görögül örökké aynios korokon keresztül tartó. Tehát mindazok a dolgok, amiket érzékelni lehet, csak egy bizonyos időszakig léteznek, és vannak olyan dolgok, amik nem érzékelhetőek, nem láthatóak, amik ajonnoszokon, korokon keresztül tartanak. Mi azt mondjuk, hogy örök. Ha a láthatatlanokkal fogunk foglalkozni, akkor annak meg kell jelennie, és meg is fog jelenni az életünkben. Isten országa látható lesz rajtunk keresztül. Minél inkább a láthatatlan kötle, annál inkább meg fog jelenni az a világ számára. Aki rád néz, Krisztust látja meg benned, amikor beszélgetsz az emberekkel, segítesz nekik, vagy csak egyszerűen velük vagy, gyógyír leszel a számukra. Megoldást hozhatsz el nekik. Ez az egész szellemi módon történik meg. Római Levél 8.19. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ez az egész világ arra vár, hogy megszabaduljon és hogy megszülessen a dicsőséges szabadságra. Hogy az Isten fiai dicsőséges szabadsága megjelenjen. Ennek az alapja megtörtént már, és benne van a láthatatlanban mindenki számára. Római 8.21 Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul, a rothandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Görögül eleutéria, szabadság, mindenféle korlátozástól mentességet jelent. A hit a nem látható dolgokról való meggyőződés. A görög elégos bizonyíték, meggyőződés. Meggyőződés olyan dolgokról, amik nem érzékelhetők. Tehát a konfliktus az, hogy az ember nem érzékeli a láthatatlant, sőt, amit lát, érzékel, azt gondolja valóságosnak, de nem az. Aztán jön a hit, ami a nem érzékelhető, a nem percipiálható dolgokat valóságnak látja. Pál máshol azt mondja, hogy az érzéki ember ezt nem érti. 1. Korintusi 2.14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel, hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Logikával, elképzeléssel, gondolkodással, tapasztalati úton nem lehet odajutni. Mert a hit nem tapasztalat, hanem a látható dolgokról való meggyőződés. Kolosszai levél 2.16.17. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. A valóság a Krisztusé, a remény csak a valóság árnyéka. De eljött Krisztus. Pál azt a képet használta, hogy Krisztus árnyéka vetődött előre, ami a reménység, de most megjelent az, aki az árnyékot okozta. A valóság a lényeg számunkra a hit formájában realizálódik, így tudunk számolni vele. Zsidóknak ért levél 11.2. Ezáltal szereztek jó bizonyságot a régiek. Itt gondolhatunk a 12 kémre. A jó bizonyságot, a jó hírt csak azon az alapon lehet mondani, amit nem tudunk érzékszervekkel felfogni, tapasztalni. Ebben volt jó bizonyságuk a régieknek. A hithősök a nem látható dolgokkal foglalkoztak, és nem a látható dolgokról szereztek meggyőződést, hanem a láthatatlanokról. Lassan rájövünk arra, hogy azok valóságosabb dolgok, mint a láthatók? Sokszor csak intellektuálisan fogalmazzuk meg ezeket. Állítjuk, mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ennek ellenére hiába idéztük az igét, mert összeomlottunk, amikor valami probléma történt. Kérdezzük ilyenkor, hogy hol van Isten? Hát itt van. És mindig is itt volt. Minden a mi meggyőződésünkön múlik. Jézus azt mondja, hogy talál-e hitet, amikor eljön. Ráhábnak volt hite, de Izraelben csak Józsuénak és Kálebnek volt. Jézus akkor sem talált volna hitet. Nem állíthatjuk azt, hogy egyikünk birtokosa a hitnek, a másikunk meg nem. A hit. Senkinek sem a monopóliuma. A hit Istentől van. Isten hite az, ami nem ismer gyülekezeti határokat. Jézus azt mondta, hogy a vámszedők is megelőznek benneteket. Amikor valóban a nem láthatóról kezdesz meggyőződni, az fog minőségi változást hozni az életedben. Különben csak egy látszatváltozás az, ami létrejön. Ha nem a láthatatlanból gyökerezik a látszat, akkor lehet szép az életed, de nem valóság. Legyél őszinte magadhoz, mert ez nem a másik hitéről szól, hanem a tiédről. A hit, a meggyőződés nem ismer semmilyen vallási gyülekezeti korlátot. Lehet, hogy valakinek van meggyőződése, hite, Mégsem jár gyülekezetbe, de szereti a másik embert. Lehet, hogy szeret vitatkozni, akkor is szereti az embereket. Lehet, hogy teljesen más kultúrája van, de szereti az embereket, és meg is halna értük. Tehát azzal szereztek jó bizonyságot a régi hithősök, hogy a láthatatlannal foglalkoztak, és nem az érdekelte őket, ami látszik mert a láthatatlanba voltak belegyökerezve. A következő ige alapozza meg azt, hogy minden a láthatatlanról szól. Zsidóknak írt levél 11.3. Mert hitáltal értjük meg, hogy ez a világ Isten beszéde által teremtetett meg, mert a látható a láthatatlanból állt elő. Szó szerint így van leírva a látható a láthatatlanból állt elő. Vagyis mindenféle anyagi materialista elméletet ki lehet húzni. Mindarra, ami látható, mindarra, ami érzékelhető, nem lehet alapozni semmit. Tehát, ha bármilyen változást akarsz okozni a láthatóban valakinek az életében, azt nem tudod a láthatóból létrehozni. Minden, ami látszik, ami manifestálódik, ami érzékelhető, az a láthatatlanból jön elő. Nem tudsz mással számolni, csak a hittel. Ezért nem működik hosszú távon semmilyen vallási vagy viselkedési változás. Teljesen mindegy, hogy milyen alapokon áll, erkölcsén, félemlítésen vagy buzdításon, ezek mind kifulladnak, mert a láthatóban gyökereznek. Amikor valaki hisz, az nem belőle indul ki. Amikor azt hajtogatják nekünk, hogy higgy, csak higgy, és megint csak higgy, akkor ez testi erőlködésbe torkolhat, és belőlünk fakadna. A hit mindig a láthatatlanból jön elő, és a láthatatlanról van meggyőződése. Érdemes elgondolkodni még egy tényen. Nagyon sokan azt a dolgot tartják igaznak, amit a körülöttük lévő, vélekedő emberek tömege állít vagy elfogad. Ez egy óriási csapda lehet. Nem mindig az az igaz, amit a tömeg igaznak tart. János 8.30 Jézusról írja, hogy sokan hittek ő benne. Apostolok cselekedetei 14.1. Prédikálván úgy, hogy mind zsidók, mind görögök nagy sokasága lett hívővé. Ha elolvastad ezt a szöveget, akkor fel kell tűnnie, hogy Pál vagy Jézus nem döntés elé állították az embereket, ahogyan ma tesszük. Ők úgy beszéltek, hogy az ott lévő emberek, ahogyan hallották a valóságot, elkezdtek maguktól hinni, mindenféle rábeszélés és nyomás nélkül. A láthatatlan valóságról beszéltek, mert az szüli meg a hitet. Ha mindig arról beszélünk, hogy ezt ne tedd, vagy azt ne tedd, bár benne van a Bibliában, és akarja is az ember a jót, de mégis belefárad az erőlködésbe, mert nincs ami energiát adna a továbblépéshez. Ha látjuk a láthatatlant, akkor mindenféle tiltás nélkül is tudjuk, hogy mi a helyes. Legtöbbször a szemet szemért fogad fogért alapján viszonyulnak egymáshoz az emberek. Mindaddig, amíg mi nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Isten megigazította az emberiséget, és minden ember a testvérünk, addig mi sem fogunk tudni csak úgy elengedni a másiknak szívből. Mondani mondjuk, hogy megbocsátok neked, de mégis van bennünk egy tüske a másik felé. Ha ő bánt téged, de neked jó meggyőződésed van felőle, akkor úgy tudsz vele bánni, mint a testvéreddel. De ha nem állsz hitben, akkor úgy fogsz bánni vele, ahogyan ő bánt veled. Jézus találkozik a szamariai asszonynal, és azt mondja neki, János 4.14, Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, sohasem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Jézus azt mondja, amikor hiszel, amikor meggyőződsz a láthatatlanról, akkor benned is élő víznek a kútfője keletkezik. Vagyis van egy meggyőződésed arról, hogy a láthatatlanban, Krisztusban minden ellet végezve, és felfakad benned az a forrás, ami miatt ömleni fog belőled az élet. Ez az élet már nem a látható, érzékelhető világról beszél, hanem arról, hogy Krisztus mindent elvégzett. Nem kell azon igyekezned, hogy valahogy kiérdemeld Isten szeretetét, elfogadását, megbocsátását, mert már a tiéd. A hit ma legtöbbször akkor kerül szóba, amikor szeretnénk megtapasztalni valamilyen csodát itt ebben a látható világban. Sokan mondják, ha látok csodát, akkor hiszek. Izrael is így állt a dolgokhoz. De hiába láttak csodákat, nem hittek. Lehetőségük lett volna bemenni az ígéret földjére, és nem mehettek be, ott haltak meg a pusztában. Pedig látták, hogy van egy nagyobb hatalom, mint ők. Vagyis tudták, hogy Isten sokkal hatalmasabb, mint az ember de ez sem vitte őket be. Ma ugyanígy ehhez hasonlóan az egyházak hirdetik, hogy van Isten, térjetek meg, és ez nagyon jó. De a lényeg, ami a legfontosabb, az te és mi vagyunk egyesével, ami veled és velünk történt. Mindannyian meglettünk igazítva ott a kereszten egyenként. Meghaltál és fel is támadtál Krisztusban, teljesen megtisztította a lelki ismeretedet. Tökéletesen tiszta vagy Jézus vére miatt. Megigazult, tiszta és szent ember lettél. Nem a hívő praktikákban vagy a liturgikus tettekben, akármi is legyen az, hanem ő benne történt ez meg. Ez a lényege a hitnek. Amíg ez nincs bennünk, akármit csinálunk, még ha a legnagyobb Isten tiszteletet is éljük át, ha hazamegyünk, boldogtalanok leszünk. Nem leszünk teljesek, és talán boldogtalanok is maradunk. Azt gondoljuk, ha vasárnap valami nagy dolog történik velünk a gyülekezetben vagy a templomban, akkor az tovább visz a következő időszakban is, de ez nem igaz. Évszázadok óta ezt tesszük, és mégis kifulladunk, sőt, tele vagyunk mindenféle bajokkal. Évszázadok óta azt mondják, hogy gyere a gyülekezetbe, és fogad be Jézust. Aztán, ha az életedben elkövettél valami bűnt, azt soha nem mossa le rólad semmi, még Jézus vére sem. Ezek rettenetes gondolatok. Miért van ez? mert a láthatókra mutat, és nincs hit. Mert a hit azt jelenti, hogy a láthatatlan dolgokról van meggyőződésem. A valóság megtapasztalása az, hogy beszélünk valamiről, és nincs mögötte a szubstancia, akkor az elszáll. Ha a valóságról beszélünk, akkor annak tartalma van, súlya van, ereje van. Ma is azt gondolják sokan, a gyülekezet arra való, hogy oda behívjuk az embereket és döntés elé állítsuk őket. És ha nem döntenek, akkor hiába való volt az erőfeszítés. Ez azért lehetséges, mert két különböző kontextusban látjuk, értjük az igéket. Nem mondom, hogy ez nem működhet, de abban a látásban azt feltételezik, hogy a megtérőnek köze nincs Istenhez addig, amíg el vagy be nem fogadja. A másik kontextusban pedig csak fel kell ismernie azt, hogy már megvan mindene, csak még nem látta ezt meg. Abban az Istenben hiszünk, aki úgy hívta elő a láthatatlanokat, mint a meglevőket. Úgy beszélek bármelyik emberrel, mint aki már megigazult, megigazítatott. A bevégzett munka mindenki megigazításáról szól, függetlenül attól, hogy az ember felismerte-e azt vagy sem. Mivel az ember elbukott, Isten elküldte a fiát, és a halálában megigazultnak ítélte meg az egész világot. Ennek bizonyságaként fel is támasztotta. De itt nem fejeződik be a történet, mert Pál azt mondja. Efezusi 2.6. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért minden embert. Ez akkor történt meg, amikor még a világban az emberek erről semmit sem tudtak, mindenki bűnös volt, minden ember halott volt. De Isten már nem így látja a világot, mert megigazultnak ítélte meg bár az ember meghalt, de fel is támadt Krisztussal. Az atya a keblére ölelte és fiának szólította. Lukács 15.24 Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az apa örült a fia visszatérésének, és nem mondogatta neki, hogy merre jártál, mit csináltál, miért hagytad el az atyai házat? Hanem fiának nevezte és ünnepet tartott nagy lakomával. A nagyobbik fiú viszont nem úgy látta a dolgokat, mint az apja. Ő a mezőn dolgozott, és meghallotta a zenét és a táncot. Ekkor tudta meg, hogy a testvérét ünneplik, aki hazatért. Lukás 15.28 Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni de az apja kijött és kérlelte. Ma az egyház néz úgy a világra, mint ahogyan a nagyobbik fiú az öccsére. Nem tudja elfogadni testvérének, és azt gondolja, hogy a pokorra jut. Ez azért van, mert nem látja meg azt, amit az atya látott, hogy Krisztus halálában és feltámadásában benne volt az az ember is személyesen. Isten soha nem változott meg, Jakab 1.17, csak az ember. Így az embernek kellett megigazulnia, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel, és hogy olyan természete legyen, mint Istennek. Enélkül az ember nem tudna közösségben lenni vele.